Egyre több nő hal meg tüdőrákban Magyarországon. 2013-ban több mint 10 000 új tüdődaganatos beteget regisztráltak, és a túlélési esélyek nagyon rosszak. A statisztikák szerint 10-ből 8-9 beteg egy éven belül meghal. Ma van a rák világnapja, szakemberek nem győzik hangsúlyozni, a legnagyobb esély a betegséggel szemben a megelőzés és a korai felismerés. Néhány éve vezették be Magyarországon, hogy a cigis dobozokra ilyen képeket nyomtattak, és sok helyen tiltották be a dohányzást. Ennek ellenére évről évre nő a tüdőrákban meghalt nők száma. Még a méhnyakrák és az emlődaganat esetében is nagyobb esély van a gyógyulásra, mintha egy nő tüdődaganatos betegségben szenved. A daganatos nők több mint 20%-a ugyanis tüdőrákban hal meg. Szakemberek szerint ez a betegség 90%-ban a dohányzásra vezethető vissza, ezért mondják, hogy a tüdőrák megelőzésében sokat jelent, ha valaki nem gyújt rá. Persze ez nem minden, fontosak a szűrőprogramok is. Néhány éven belül már elérhető lesz a kifejezetten tüdőrákra irányuló szűrés, de addig is a rendszeres tüdőszűrést ajánlják az orvosok. Aki mondjuk dohányzott és kockázati csoportba tartozónak érzi magát, vegyen részt ezen a 40 éves kor feletti tüdőszűrésen. Hamarabb nem érdemes, mert fiatalabb korban gyakorlatilag nem fordul elő, vagy mint fehér holló olyan ritka a tüdőrák. A kormány 5 milliárdot költ a különböző szűrőprogramokra, de az egészségügyért felelős államtitkár szerint az is fontos, hogy növeljék azok hatékonyságát. A tapasztalatok szerint ugyanis hiába van lehetőség ingyenes vizsgálatokra, sokan nem élnek ezzel. Az államtitkár az emlődaganat szűrést hozta példának. Pont az egészségtudatosság hiányzik időnként, hiszen az emlőrák szűrésrendszere országosan megszervezett, mindenki számára elérhető a kockázati korban, és talán 50% fölött veszik csak igénybe a hölgyek. A megelőzés és a betegségek korai felismerése azért is fontos, mert hiába fejlődik az orvostudomány, a rákos megbetegedés még mindig az egyik vezető halálok. Az eredeti régi tradicionális módszerek is egyre fejlődnek, tehát ugye a sebészetnél egyre modernebb sebészeti eljárások, gépek, a sugárkezeléseknél szintén olyanok, amelyek sokkal pontosabban be tudják célozni a daganatot, a kemoterápiánál, tehát a citostatikumoknál is egyre jobb, egyre szelektívebb hatásúak vannak. Szakemberek szerint a rákos esetek körülbelül fele megelőzhető lenne az életmód megváltoztatásával, a dohányzás elhagyásával, az alkoholfogyasztás csökkentésével, egészséges táplálkozással, rendszeres mozgással vagy szűrővizsgálatokkal.